Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig az ökó folytatása. Lássuk. Ja, a kérdés az, hogy miért nem lakóház. A legvalószínűbb, hogy azért, mert nincs teljes egészében a birtokomon a szoba. De ez se igaz. Akkor megmondom őszintén, fogalmam sincs, pedig ez lett volna a legjobb indok. Alszunk benne. Még az lehet, hogy nem ezt jelöltük, azt a házat jelöltük ki elsődleges háznak. És az a gondja. Jó, hát ez nagyjából most nem izgat. Azon túl, hogy valamiért nem kívánja szobának minősíteni. De lehet, hogy valamelyik esetleg hogyan tudom cancelálni. Oké, a modult is ki kell ezek szerint venni belőle. Aha, hogy ezt a kettőt nem lehet ebbe tartani. Jó. Illetve nem jó. Mert legalábbis az egyikre szükségem van. És már ez elveszi. Oké. Megnyugtató, hogy könnyedén bezártam magam. Jó, hát akkor ezek szerint ez a szoba, ez problémás. De akkor az ágy ilyen szempontból itt fölösleges. És akkor meg kell építenünk a másik ház, másik szobát. De egyébként egyel hosszabbat építettünk, hiszen egy közös fala lesz. Az a fal az mind a kettőhöz kell, nem fog számítani, hogy nagyobb vagy kisebb, nem fog ártani. Lássuk. Olyan nagyon fene sok nincsen, mint elsőre reméltük volna.
Na mindegy, legfeljebb ilyen ronda formációban fogunk haladni. No. Viszont akkor kell majd rengeteg. Log. Munkát bedobjuk, most ez a legkisebb baj, egy adagot ebből ugye elpazaroltunk, nem is keveset. Mert elpazaroltunk. No, és akkor viszont kell végtelen fa. Körülbelül. Azt használhatja, ha kell hozzá kő. Ezt használhatja. Ha bármi egyéb kellene onnan. De ez a vég. Nincs, így legyen az legfelül. Azok közül, amit használhat. Jó. Valamit készítettem veszettül. Farming. Ez meg carpentry. Jó, hát akkor a farmingot azt reszeljük össze. És akkor majd az is készülhet. De egyenlő akkor fa. Továbbra is végtelen fára van szükségünk. Ez nem változott. Megtámad az őz. No, hát ezek szerint kell akkor még egy szoba. Vagy még rengeteg szoba. Inkább. Úgy mondanám. Első adag fát bevisszük, addig dolgozzon. És utána kinyessük nyilván a tönköt, meg az egyebeket, ahogy illik. És akkor készül szépen a cucc nekünk. Akkor legalább annyit elérünk, hogy az lassan-lassan fejlődik. Mi a 5 random nem tudunk fölmarni. Csak hogy trükközzön, hogy mit és hogyan tudunk szállítani. Hát ez legyen a legkisebb problémánk. És közben szépen épülget a minden. Főleg a fa alapanyagunk.
Hát akkor ezt kinyessük, ha már itt belefutottunk. Úgy illik. Itt meg egy darab. Fa. Szükség esetére találtunk némi kaktuszfát. Szerencsére különösebb gond nélkül kézbe marunk egy adag kaktuszt. Hiszen az sem ennyire sem problémás. Hős építő emberünknek. Ami nagyon hasznos. Még egy kis fa. Na, igazából akkor még egy kis kaktuszt kinyesünk. Ahogy illik. Ez nem feltétlenül a leginkább tartalmas rész, de valamikor fát kell vágni minden mennyiségbe a házhoz. Aztán meg még többet, meg még többet. Hova lettél? Ha! Ezt a darabot még ketté tudtuk vágni. Nem egy nagy összegbe. Épp, hogy 16 lett. De hát ez van, azért haladunk. És akkor építsünk némi fát is, de főleg falat. Ha jól számolom, ez így zárt lesz. Még akkor is, ha nem egészen úgy néz ki, mint hogy tényleg zárt. De hát ez már a játék engedménye, hogy mekkora belső, külső, stb. Falakat, szobákat elfogad el. Jó, és akkor már csak plafon kell. Amit padlóval megoldunk fentről. Feltéve a helyi állatvilág nincs nagyon útba nekünk.
Hát addig azt hiszem vágunk még egy kis fát, amíg ez dolgozik. Abból sose lehet elég. Nem is tudom melyik. Azt hiszem ez lesz az én szimpatikus fám. Ő nyerte el a tetszést ezúttal. Kinyesésre. Remek. És akkor lassan vissza sétálunk. Bár fa még bőven akad, mint látható, nem annyira abból fogytunk ki, hanem minden másból. És főleg kajából. De legalább sok-sok fával tud dolgozni addig, amíg mi építkezünk. No, hát meglátjuk, mire megyünk. Lesz elég a teljes tetőhöz, és akkor végre egy lakószoba megvan. Annak a kis bónuszaival. Vagy nem is kicsi inkább, hanem nagy bónuszai. Ha jól emlékszem, bár nyilván az elején még egy kicsit küzdünk majd a bónuszok megfelelő alkalmazására. No, hát körülbelül még egy kettő ilyen csomagra lesz szükségem. Nem annyira van. Még egy adag kaját is betolhatunk. Nem fog az ártani. Munkálkodás közben. Hogy állunk itt a specializációkkal. No, van egy opció. Azt hiszem azzal járok legjobban, ha magányosra húzzuk. Gyűjtögetés még nincs, halálvadászat sehol nincs. Bányászat ilyen gyengén állna? Ja, hogy mert nincs megvéve. És meg kellene egy gyengén áll. No. Hát akkor megvettük a futócipőt. De ha egyszer még csak dolgozik, akkor úgy látom, azzal úgysem leszek előrébb. Ha még nincs meg. No, már csak egy kisebb kupac hiányzik. Tizenhárom, az majdnem elég lesz. De üres lett. Most, hogy a kaját kiettük belőle. Ha jól számolom, akkor van elég. Ha nem túl sokat rakunk rossz helyre.
És akkor itt van egy újabb szoba. Ahova az ágyat bedobhatjuk majd. Legalábbis ez a terv. No, de ez meg már nincs. Kijelölve. Pedig minden stimmelőnek látszik, de valahol mégsem, oké. Ez jó lenne, ha tudnám, hogy hol nem oké valami. Igazán megmutathatná, hogy szerinte itt hol nem megfelelő. Ez az ágy. Melyik része a szobának nem oké? Annyit meg tudok nézni, hogy mint szoba, nem szoba. Hát ezt nem számítja szobának valamiért. Hát akkor más nem tudok tenni, mint hogy egyre több falat berakunk, aztán valamikor elkezdi szobának minősíteni. Más szoba. Valahol ott nem volt oké. Mindegy is, hogy melyik, valahol ott nem volt oké. Na és akkor már azért kapunk 10-et a hálószobából. Jipi! És akkor a lakó része ennek a háznak arra felé lesz. Itt lesz még 2-3 szoba ugye majd. Majd meglátjuk. No, mit tudunk még betenni, ami javítana itt minőségen? Carved pumpkin. Pumpkin. Kéne hozzá... Az is itt készülne. Meg ilyen asztal, meg hasonlók. Sok-sok zsír. Hát majd meglátjuk. Jó,
Nem olyan nagyon sok nem kell azért hozzá, de majd lesz valami. Asztal ilyesmi, az nem itt készül, hanem itt a bogyónál, mert használjuk ki, ha már van, ugye. Azt azért használjuk ki. Asztal. És körülbelül ennyi, amit most itt tudunk oda bedobni. Ehhez kell munka. És milyen egyéb kell majd? Log és woodboard. Kicsit durva volt az a 100. Azt hiszem. De hát egyelőre ezt tudjuk leggyorsabban, hogy mindenféle feladatot munkával ellátunk. Ja. Majdnem meg vagyunk munkából, csak nem. Hogy állunk kajával? Akad. Bár lassan azért most már kéne főzőcskézni is. Nyilván. Egy szék. Hát azért az asztal az legyen előrébb. Ha tud készülni. És 12,5. Uhú! Kicsit jobb. Na, neked mi a gondod? Nincs üzemanyag. Se baj, akkor szedjünk kaját, jussunk el odáig.
mert az néha hasznos. Időnként hagyjunk egyet-egyet, csak hogy... Oké. Okay. Ő haragos. Tudod mit? Nekem is van eszközöm, hogy bántsalak. Há-há. Na, hogy tetszik? Farkas koma. Vagy csak akkor tetszik ez a... Megtámadjuk a másikat, ha te támadsz. Szedünk bogyót, tököt. Lesz rengeteg kajánk. Ha fel is tudjuk indezt dolgozni, persze. És akkor a farkasból meg elvileg lesz majd zsír. És azt hiszem mára igazából ennyi lesz, hogy ezt bedobáljuk. Meg majd kirakjuk még az asztalt. No, mi kell oda nekem? Gombák. Mondjuk még egyet bedobálhatunk, sok-sok tököt. Melyik storage-eket használja? Ez valami süthető kaja. Ez is kaja. Az is kaja technikailag. No. Ja, ha ezt bedobjuk, akkor mindjárt jobban áll. Ez mi kéne? Nem tudom. Hát az... Süssük meg először a rókát. Vagy farkast. Azzal azért beljebb vagyunk. Ötven, hát mindegy. Majd lesz több.
Előbb-utóbb az a teknős is megy a levesbe. Ha akarja, ha nem. No. És akkor lett rengeteg kajánk. Vagy majd lesz. Legalábbis. Nem kapkodtuk el. Az ügyet. Asztal, hogy el. Lelkesen, de sehogy. Akkor az asztal még nem épül meg, felháborító. No, viszont van három. Az elég egy gyertyára. És amíg ez készül, addig szerzünk egy tököt. Három lett, az az egy tök, de ez már a legkisebb gond legyen. Nem egy lassú folyamat, vagy gyors folyamat ez a gyertyakészítés. Én addig inkább vágunk egy kis fát. Neki kezdünk a favágásnak. Annyival beljebb vagyunk. Kinyessük a végtelen tönköt. Nem egy egyszerű darab. Annak nem örülök, hogy a végét támadva nem vágja, csak ha oldalról. Jó, értem, technikailag úgy illik valóban, de ennyi kényelmet azért megadhatna. Na mindegy, mindjárt megvan a gyertya. Abból csinálunk akkor tököt, és lesz tök lámpásunk. Ami azért egy fokkal jobb, és akkor talán lesz egy picit több szimpátiánk. 3 perc a tök lámpás. Nem kapkodja el. Hát, ha itt garázdálkodsz, akkor le leszel vadászva. Ez ilyen. Rókakoma. Sőt, farkaskoma valójában.
Tök lámpás, szépen épül. Mindjárt bedobjuk majd újra a rókát. Majdnem. Nem egy kis tóz. Majd nyilván a állatdarabolás az idővel egy fontos skill lesz, hogy sokkal-sokkal többet nyerjünk ki egy-egy ilyen vadászott lényből. De egyelőre most ezt tudjuk. Egyelőre ennyi fér. Oké. Asztalhoz deszka kéne. És akkor hol ez, hol az készül? És akkor mindjárt meg lesz az asztal is. Yeah! No, hát aztán még akkor az asztalt meg fogjuk várni. Ez az már mindjárt elindul. Sőt, mindjárt el, nem, hogy mindjárt elindul, már meg is van. Sőt. És akkor megtanultunk farmerkodni is. No, rakjuk le azt az asztalt. 17. Rakjuk rá a töklámpást. 22 és fél. No, haladunk, haladunk. Az már olyan majdnem semmi. Figyelembe véve, hogy 125 jön a hogy hívjákból. Kajából, de azért ez könnyebb lesz még húzni. Ebben azért megegyezhetünk. Mára ennyi. Innen folytatjuk.